Számos lehetőség van arra, hogy építési bontási törmeléket elhelyezzenek az ingatlan használók, a lakók, a felújítók. Ennek ugye a klasszikus módja az, hogy konténert rendelnek az Avarajka Nonprofit Kft-től. Építési bontási hulladékra van 3 és 5 köbméteres konténerünk. Általában három köbmétereset szoktuk javasolni egy fűrőszoba felújításnál, mert ebbe a tuti belefér az a hulladék mennyiség, ami, ami keletkezik és ennek a díja is tehát 15 ezer forint alatt van, tehát nem egy, mondjuk egy mondjuk több száz forintos fürdőszoba felújításnak bele kell, hogy férjen a keretbe. Ami nagyon fontos ezeknél a konténereknél, illetve az építési bontási hulladéknál, hogy ebbe csak beton, és vakolat lehet, tehát ebbe a lefolyócs egyéb olyan idegen anyag nem kerülhet bele, ezt vagy lomhulladékként, vagy pedig a kukába kell beletenni. Tehát ezt az építési, bontási törmeléket vagy konténerbe lehet elhelyezni, vagy hogyha ez egy kis mennyiség, mondjuk egy wc csőszét cserél valaki, vagy egy mosdókagylót, vagy egy pár négyzetméter csempét cserél le, akkor pedig az Urkuti úton található hulladékudvarunkba lehet felvinni, és ott évente egyszer az, akinek van közszolgáltatás és szerződés, és nincs díj hátraléka, fél köbmétert elhelyezhet ha esetleg valamennyivel több, mint fél köbméter, akkor pedig egy nagyon, nagyon én úgy gondolom, baráti áron, 3810 forint per tonnáért lehet elhelyezni. Én magam is vittem föl egy fürdőszobányi csempe, az kb. 150 kg, tehát 4-600 forintból ezt meg lehet oldani, hogyha már elfogyott ez az évi fél köbméteres keret. Ez az urkuti szemétler, akkor ez hogy működik? Be kell jelentkezni, vagy csak oda kell menni? A, ez a telephely ez reggel 7-től fél kettőig látogatható, nem kell bejelentkezni, viszont ha megy valaki, akkor mindenképpen vigyen magával személyigazolványt és lakcímkártyát. Tehát ott be kell ezeket mutatni, kolléganők egyeztetnek az ügyfélszolgálattól, hogy rendelkezik az ügyfél szerződéssel, és nincs a díjhátralék, ha ez rendben van, akkor, akkor ezt, a, ezt a hulladékmennyiséget ott lerakhatja konténerekbe és nincs semmi különösebb tennivalója. Az esetleg még jó, hogyha egy, egy, az utolsó számla, amit megkapott, az vele van, akkor még könnyebb egyeztetni. Ez a szemét ingyenesen ugye elhelyezhető lett volna fenn a hulladék udvarba, hogyha úgy tesz, és nem ide szórja ki. Így van, tehát ez a mennyiség, ez körülbelül az a fél köbméter, amiről beszéltünk. Annyi, hogy ebben itt látunk ugye a régi lefolyó csöveket, illetve az új vízvezetékeknek ezt a kék és piros hőszigetelő burkolatát, ez, ez már a, mondjuk a vegyes hulladékos konténerben mondjuk ez néhány darab, tehát ez belehelyezhető. Az építési bontási hulladék, a betontéglacserép és vakolat, ez pedig felvihető az Urkuti úti telephelyre. Az itt elhelyezett szemétnek mi lesz a sorsa? Ugye ez közterületen elhagyott hulladék, ezt mi el fogjuk szállítani, és fönti hulladékot udvarban fogjuk elhelyezni. Megpróbálunk esetleg rájönni arra, hogy ez kitől származhat, erre már vannak technikáink, és akkor a közterület tulajdonosának, az önkormányzatnak ezeket az adatokat átadjuk, és ő majd dönt arról, hogy esetleg kíván-e valamilyen módon szankcionálni a tulajdonos, vagy a kihelyezőt itt jelen esetben. Ha egyéb hulladékunk keletkezik, lomtalanítunk, akkor mi a helyzet azzal? A lomtalanítás is hasonlóan működik az építési bontási hulladékhoz. Ez mindenkinek évente, akinek van közszolgáltatási szerződés és nincs díjhátraléka, lehetősége van évente egyszer fél köbméter lomot díjmentesen elhelyezni. Családi házaknál ez történhet úgy, hogy felhívja az ügyfélszolgálatunkat a rögzített vonalon, és ott leegyeztet vele egy időpontot, akkor ugyanúgy, mintha az edényét tennék ki, a ház teszi ezt a fél köbmétert. Lehetőség van arra, hogy fél köbmétert fölvigyenek az Urkuti úti hulladékudvarunkba, ugye ez vagy itt vagy ott lehet igénybe venni, tehát nem nem lehet itt is, ott is igénybe venni. A társasházaknál pedig ez úgy működik, hogy annyi 7 uh, köbméterest uh, bocsátunk a rendelkezésükre, hány ezer egyesre van szerződésük. Ugye a városban van egy uh, urbánus legenda, ami valószínűleg ebből indul ki, hogy mindenkinek évente egyszer jár egy konténer ingyenesen. Ez nem igaz, tehát ez egy urbánus legenda. Uh, lomtalanítani uh, szoktunk ezek, uh, ilyen uh, hétköbmétereseket kihelyezni a társasházakhoz. Mi kerülhet bele a lomtalanítási hulladékba? Ez mindig egy, nehéz kérdés, mert maga nagyon sok ingatlan használó nincs tisztában azokkal a fogalmakkal, amik a hulladék szerepelnek. Ide lényegileg nagy darabos hulladékokat lehet kitenni, ami a nem fér bele. Itt gondolok mondjuk egy, egy régi bútorra, ami, ami mondjuk cserére érett, vagy nagyon sok apró dolgra, ami viszont nagyobb mennyiségű, ami nem fér be egy kukába. Ezeket a, a nagyobb darabosokat össze kell darabolni, egy mondjuk egy zsák méretűre, kisebb darabosokat pedig be kell zsákolni, hogy a munkatársainknak az ne egyes kelljen minden kis darabot összeszedni. Ami nagyon fontos, hogy nem lehet kihelyezni veszélyes hulladékot, tehát gyógyszert, festékes dobozt, ezeket el sem fogják hozni a munkatársaink. Ezeknek megvan a, a maga a helye, erről az ügyfélszolgálatunk a lomtalanításkor felvilágosítást ad, felvilágosítást is ad, hogy mi helyezhető ki és mi nem. Nem lehet kitenni gumiabroncsot. Gumiabroncs hulladékot szintén az Urkuti úti hulladék le, telepünkön le lehet adni négy darabot évente díjmentesen. Nem lehet kihelyezni elektronikai hulladékot, tehát a megun TV számítógépet szintén nem lehet kitenni, ez viszont elhelyezhető ugyanúgy az Urkuti úti telephelyünkön, és ami nagyon fontos, hogy építési bontási hulladékot sem lehet kitenni, ennek más díjmentes módja van. Úgyhogy ezek nagyon, én úgy gondolom, nagyon széleskörű hulladék elhelyezési lehetőség van itt. Ha valakinek kérdése van, az mindenképpen keresse az ügyfélszolgálatot a 88-as körzet 748 as telefonszámon, és a kolléganők felvilágosítást adnak, illetve ha van valakinél egy bonyolultabb eset, vagy nagyobb mennyiség, akkor pedig arra is mindenképpen tudunk megoldást találni. Mi a helyzet a szelektív szigetekkel? A szelektív szigetek az utóbbi időben egyre nagyobb gondot okoznak ugye a köztelőlet fenntartási üzemünknek. Egyre többen gondolják úgy, hogy ezek ilyen, ilyen féregjukak vagy csillagkapuk, ahol le lehet tenni a hulladékot és, és eltűnnek. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy lomhulladék kerül ide volt, ahol konkrét szobabutor volt, volt és, 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 a krumpli hétól elkezdve nagyon sok minden. Vannak ilyen notórius problémás pontjaink a Csikó legelőn, Bódén, Bódén, akkor Ajkarendeken, Ajkarenden, tehát a belvárosban is. Nagyon fontos ez, hogy itt is, hogy ugye a gyűjtőszigeten csak műanyag, fém, üveg és papír hulladék helyezhető el. Ha más hulladékot helyeznek el, az illegális hulladék minősül, és lényegleg olyan, mint hogy az erdőszélére jogilag, mint az erdőszélére szórnák ki. Több szigetnél előfordul, hogy olyan mennyiségű papírt hoz valaki, ami mondjuk kartondobozokat, ami nem fér be az edénybe. Itt ez azt kérnénk a lakosság, hogy akkor ezt, ha tehetik, valamilyen módon erősítsék össze egy szigetelőszalaggal vagy valami, valami madzaggal. Ez azért praktikus, mert ha ott van, jó helyen van, viszont belekap a szél, és ha össze van megkötegelve, akkor nem viszi el a szél. E, könnyebb munkánk van, illetve nem is a munka része fontosabb, hanem olyan lakókörnyezetben élünk, ahol nem viszi a szél a hulladékot, és és azt szerintem minden ajkai számára fontos, hogy olyan zöld területen, olyan közterületen éljen, ami, ami igényes. A szigetekkel ez a legfőbb problémánk, hogy olyan hulladékot halmoznak mellé, és rendszeresen és nagyon nagy mennyiségben, ami nem oda való. Ezzel az a probléma, hogy, azok az ott élő embereknek nagyon-nagyon nehéz ezzel együtt élni. Úgyhogy mindenki, aki, akinek hulladéka keletkezik, én az arra bátorítom, keresse az ügyfélszolgálatunkat, illetve rendeljen konténert. Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan probléma itt Tajkán, hogy bizonyos hulladékokat várpalotára kellett elszállítanunk, és ennek jelentős díja volt. Ez ma már nem így van, tehát az építési bontási hulladék is megoldott itt Ajkán, illetve a lomhulladék is megoldott Ajkán. Ennek eredményeként mérsékelődtek a díjaink, úgyhogy mindenkinek azt, azt, mindenkit arra bátorítok, nézze meg a honlapunkon a hulladékgazdálkodás konténerrendelés fülnél, hogy milyen áraink vannak, hívjon minket, keresse a közösségi média oldalakat, hogy egy olyan városban élhessünk, ahol, ahol, nem azzal kell küzdenünk folyamatosan, hogy, hogy lomtelepek vannak a szigetek körül, hanem arra tudjuk az energiáinkat fordítani, hogy minél szebbek legyenek a parkjaink, és minél, minél kellemesebb legyen itt a városban élni. Az üvegnél ugye palackokra gondolsz, mert én konkrétan láttam üvegeket, már mint ablaküvegeket keretestül kidobva ide mellé. Így van, a gyűjtőszigeteken nagyon fontos, hogy csomagolási hulladékokat gyűjtünk. Tehát itt az öblös üvegek azok, amik, amik elhelyezhetők. A konténerre rá is van matricázva, hogy nem lehet beletenni síküveget. Ugye a síküveg az építési bontási hulladék. Ha valakinek síküvege keletkezik, az fölviheti az úrkuti úti telephelyre, és ott leadhatja. Általában, hogyha valaki ablakot cserél, azért ott a, 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 az iparos, aki ezt cseréli, ezt szokta vinni. Úgyhogy ez, ez nem tudom honnan kerülnek elő. Rendszeresen vannak azért síküvegek. Persze előfordul, de, de nem ez a jó helye ennek a hulladékfajtának. Műanyagból láttunk például redőnyöket, babakádakat, ilyesmit ki lehet dobni? Ki lehet lomhulladékként. Tehát a gyűjtősziget az csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, a, a, babakád, a motorbicikli, a gyerekcsúszda, ez nem, 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 ebbe a kategóriába tartozik. Talán ebből a műfajban, ami szigeten elhelyeztek, a gyerekcsúzda volt eddig a csúcs, de, de nagyon sok, sokféle ilyen, ilyen dolog van. Ugye ezekkel az a helyzet, hogy ezek nagyon másfajta műanyagok, mint amit a sárvári hasznosító fel tud dolgozni. Ezért nem tudjuk ebbe a rendszerbe beleilleszteni. És papírból, kartonpapír, könyvek, ilyesmik mehetnek bele? papírban minden mehet bele, ami tiszta. Tehát a pizzás dobozzal szoktam általában példálozni, hogy a pizzás doboz általában az alja az ugye zsírradék, a lisztel szennyezet, a teteje viszont általában tiszta. Tehát, hogyha veszük a fáradtságot és a tetejét letépjük, az mehet a papírosba. Természetesen, ha nem ért bele a pizzába és nem lett sajtos, az alja pedig mindenképpen a vegyes hulladékba kell, hogy menjen a papírból, a kartonpapír mehet, az újságpapírok, ö, ö, Úgyhogy úgy, minden papírban nem mű, ami tiszta, az mehet a gyűjtőszigetre. Ugyanez a helyzet, gondolom, a tusfürdős vagy az ilyen tisztítószeres üvegeket is csak tisztán lehet kidobni a műanyagot. Igen, az, az, a, az a, a kérés az ügyfelektől, illetve a, a lakosságtól, hogy minden gyűjtőszigetre levitt anyagot, azt öblítsük át egyszer. Ugye azt tudni kell, hogy mondjuk egy Gyűjtőszigetről általában most, mivel nyári időszak van, hétfőn és pénteken szállítjuk el a hulladékot. Ez bekerül a mi rendszerünkbe, és, és mondjuk éppen a mosószeres, tehát dobozok esetén ez általában nagyon-nagyon nehezen kerül el a, a feldolgozóba mert egy nyári időszakban eléggé leterhelt a feldolgozó, és mondjuk csak a, amit júniusban beszállítottunk, mondjuk tejfölös dobozt, ugye ez egy frakció, az mondjuk csak szeptemberbe kerül a válogatóból ki. Tehát a sziget mellett élőknek sem jó, hogyha ott az elkezd büdösödni, illetve nekünk se jó, hogyha ezt, ezt, ezt koszos. Illetve a feldolgozó se fogadja el, ha mondjuk tejföldarabok figyelnek ott. Ugye mondjuk egy tüsfürdőnél ez annyira nem nagy probléma, mert azért annak inkább illata van, mint, mint szaga. De fontos, hogy tisztán kerüljenek, kerüljenek ezek az anyagok be a szigetbe. A házhoz menő rendszer, ugye ez is üzemel hajkán, a, a kertvárosokban, ott pedig én úgy gondolom magának a, a lakástulajdonosának is fontos hogy azért havonta egyszer szállítjuk el ugye, az első kedden vagy szerdán, tehát hogy az, ha mondjuk az első csütörtökön már ő beledob egy, egy tejfölös palackot, vagy tejfölös dobozt, akkor ez négy hétig ott ne szagosodjon neki mondjuk egy nyáron. Ugye sok kritikát kapunk azzal, hogy mennyi vizet lehet ezzel pazarolni, erre azt, azt a tanácsot szoktuk adni, hogy általában azért naponta mindig mosogat az ember. Tehát mosogat, mosogatás végén abban a vízben el lehet öblíteni ezt a ezt a tejfölös vagy joghurtos dobozt, így többlet vízfelhasználás nem keletkezik. A hulladék gazdálkodás nem egyszerű feladat, látom. Ha valaki kedvet kap, hogy szeretne így dolgozni, az hogy teheti meg? Mindig várjuk a jelentkezőket. Jelentkezni hozzánk lehet e-mailben, az önéletrajz megküldésével, illetve fönt van a honlapunkon egy egyszerűsített jelentkezési lap pdf-be, ezt le lehet tölteni, ki lehet ö, nyomtatni, kitölteni és vagy behozni hozzánk a Szent István út egy alatt található központunkba, vagy be lehet küldeni e-mailbe, és ott meg lehet jelölni azt a kvázi munkakört, amit, amit ö, ö, be szeretne tölteni. Illetve ö, ugye itt a cégünkről karrier ö, fül alatt van ez a a nyomtatvány, itt mindig megtalálhatók az aktuális állásajánlataink. A Facebook oldalunkon is mindig fel, ö, fenn vannak ezek az állásajánlatok. Általában ugye sofőröket keresünk, ugye itt CE kategóriával lehet ö, hozzánk jönni, ö, vagy valaki esetleg a traktort szeretne vezetni, a B kategória is, vagy T kategória, ha valakinek van, azt nagyon ö, szoktuk szeretni, mert az, az nagyon ritka. Ö, lehet ö, Rakodónak jelentkezni, ugye ők az, kik a gyűjtőedényeket fölteszik az autó végére. Lehet hulladékválogatónak jelentkezni, vagy a park a gondozó segédmunkásokat is mindig szívesen fogadunk, ha valaki jelentkezik hozzánk. Ugye mindig vannak gyakornokaink, de őket valamikor elszívják el más, más munkáltatók.